Szeretném a kuratórium nevében köszönteni Önöket a mai rendezvényünkön. Külön szeretném köszönteni a szociális testvérek rendjének tagjait, és külön Emma testvért, mindjárt kiderül, hogy miért. Amikor Margit testvér hamvainak hazahozataláról beszéltünk, akkor megállapodtunk, hogy minden év szeptemberének közepe felé tartunk egy Slagta Margit Lecture-t. Ez ebbéli formájában az első. Nagyon fontos az, hogy a hagyományt nem megőrizzük, hanem megéljük és tovább folytassuk. És Margit testvér ebben jó példát mutat mindnyájunknak, hiszen ő a keresztény szociális hagyományt elevenné tette, folytatta, és ekként örökítette ránk. Úgyhogy számunkra is az egy rendkívül fontos dolog, hogy képesek legyünk ezt a hagyományt elevenen folytatni, és ezt a célt szolgálja a mai rendezvényünk is. És külön köszöntöm von Geisa urat, aki a mai előadónk lesz. De mielőtt az előadás bekövetkezne, előtte két fontos eseményt is szeretnénk megtartani. Az egyik tanári pályázatot írtunk ki arra vonatkozóan, hogy hogyan is tanítsák az iskolákban Slagta Margit munkásságát, az ő szellemét, szellemiségét, és könyvsorozatunk immáron második kötete is megjelenik, Slagta Margit közéleti publicisztikája. Tehát egy könyvbemutatót is tartunk, ugye mindenki a kezébe foghatja a könyvet. És akkor én felkérném Kis Mária Ritát, hogy beszéljen a tanári pályázatról. Öné a szó. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Én Kis Mária Rita vagyok, és a Barankovics István Alapítvány tanári kerekasztalának az ügyeit intézem. Szakmai vezetője vagyok ennek a csoportnak, amely immár 7 éve módszertani könyveket jelentett meg pedagógusok számára. A könyvek fókuszában a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése áll, és a Slagta kötetünk az első tematikus kötet, amely egy közéleti politikai szereplő életrajzára fókuszálva mutatja meg, hogy történelmi személyiségek, történelmi hősök, ha szabad ezt a kifejezést használnom, miként használhatók, miként jeleníthetők meg a 21. századi fiatalok számára. A nyitóképnek azért választottam ezt, mert itt indult a kötet története. A Berzsenyi Gimnázium diákjait láthatják a képen, akik alapítványunk felkérésére egy videóesszét készítettek arról, hogy a 21. század modern lányai hogyan látják Slagta Margit életútját. Akkor a lányok azt kérdezték tőlem, amikor erről a videóesszéről beszélgettünk, hogy lehet az, hogy ők, 21. századi magyar lányok, nem tudtak eddig semmit az első női képviselőről. Nyilvánvaló, hogyha erre a kérdésre választ keresünk, akkor nagyon sokrétű történeti okot hozhatunk föl. A tanári kerekasztal azonban nem válaszokat keresett erre a kérdésre, hanem a tanári kerekasztal tenni szeretett volna azért, hogy ez ne legyen így többé, hogy Slagta Margit méltatlanul elfeledett életműve megjelenjen a pedagógiában, megjelenjen a kurikulumban. És tulajdonképpen ennek az eredménye lett, mindjárt mutatom, egy online kötet,
amely lapozható formában is elérhető, és PDF formában is elérhető. A modern pedagógiai módszertan eszközeit alkalmazva próbáltuk meg Slagta Margit életútját bemutatni a kötetben a fiatalok számára. Mondhatnám azt, hogy meg sem száradt rajta a nyomdafesték, de ugye ezt nem mondhatom, hiszen online kötetről van szó, és ennek módszertani okai vannak, szakmai okai vannak, hiszen a kötetet minden pedagógus számára hozzáférhetővé szeretnénk tenni. Ingyenesen hozzáférhető kötetről van szó. Online formában azt gondolom, ez pedagógus fórumokon keresztül sokkal jobban terjeszthető. Igen, ez itt egy kicsit nehezen tölt be már. És a másik fontos dolog, hogy olyan módszertani, anyagok vannak benne, amelyek oktatási segédletek, és amelyeknek a kidolgozása a napi, hétköznapi pedagógiai munkában nagyon-nagyon hosszadalmas lenne. Ezeket az oktatási segédanyagokat is letölthető formában ajánljuk a pedagógus kollégáknak. Slagta Margit életművét feldolgozó kötetet három egyszerű kérdés mentén szeretném bemutatni, ami a szakmódszertan három nagyon egyszerű kérdése. Mit tanítunk, tehát mi legyen a tananyag, kit tanítunk, tehát hogy milyen szocializációs szükségletei vannak azoknak a fiataloknak, akiket tanítunk, és hogyan tanítunk, azaz milyen módszereket használunk. A Slagta Margit életművét feldolgozó kötetünkben pedagógus kollégáink számára néhány témát javaslunk, néhány témát dolgoztunk fel. Ezek a témák részben az életút megismertetésével kapcsolatosak, nyilván a fiatalok közéleti szerepekre való felkészítése szempontjából különösen fontos Slagta Margit női jogvédelmi, érdekvédelmi munkája, a szociális szemléletváltás megalapozása, ami részben az ő tevékenységének köszönhető. Nagyon fontosak azok a keresztény női szerepmodellek, amelyeket ő felmutatott a munkássága során, de szélesebb kontextusba is helyezhetjük tulajdonképpen a Slagta Margiti életművet, hiszen ezen keresztül bemutathatók a diktatúrák természetrajzai, mind a fasiszta, mind a kommunista diktatúrával szembeni tevékenysége, illetve fontos lehet az is, hogy a fiatalok által jól ismert szabadság, egyenlőség, testvériség értéktriásznak az órákon egy új értelmezést adjunk, amely a keresztény értelmezés, a keresztény felfogást is tartalmazza. Egy ilyen szélesebb kontextus lehet a holokauszt narratívákhoz való hozzájárulása a tankönyvnek, ugyanis a keresztény emberbentők tevékenységéről viszonylag keveset tudnak a diákok, tehát erre is lehetőséget ad az általunk kidolgozott oktatási segédanyag. Nagyon fontos persze, hogy milyen nevelési célokat fogalmazunk meg. Itt a PPT-re fölraktam néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, viszont ki szeretném emelni azt, ami szerintünk a legfontosabb, ez pedig a transztörténelmi értékek megjelenítése. A transztörténelmi érték, ez egy történelmi oktatásban használt didaktikai fogalom, amely tulajdonképpen olyan értékeket takar, amelyek tértől és időtől független értékek. Ezek az értékek szerintem nagyon jól felmutathatók Slagta Margit életművében, olyan értékek, amelyek a közösségi együttélés általános értékei. Az életmű bemutatása erre is lehetőséget biztosít, és természetesen az erkölcsi gondolkodás fejlesztésére is. Kit tanítunk? Hát erre a kérdésre szerintem mindenki tudja a választ. Az alfa generációt, Z generációt tanítjuk, a digitális nemzedéket tanítjuk, aki olyan viszonyok között szocializálódott,
hogy tulajdonképpen már teljesen más információ befogadási szokásai vannak, jellemzői vannak, mint mondjuk a tanárok nemzedékének, vagy akár az idősebb korosztálynak. Alapvetően megváltozott a példaképválasztási szokása is ennek a nemzedéknek, míg a klasszikus pedagógiában történelmi hősöket állítottunk eléjük, vagy irodalmi alakokat állítottunk eléjük, addig most sokkal inkább jellemző, hogy a tömegkultúra ikonikus szereplői közül választanak példaképeket maguknak. A fiatalok példakép választási szokásait kutatók azt mondják, hogy nagyon individualizált az példaképválasztási szokás a fiatalok körében. A legfontosabb érték, amit keresnek a példaképekben, az a siker, az egyéni boldogság, az elismerés, tehát egy teljesen individuális úton indulnak el a fiatalok. És mi úgy gondoltuk, hogy az iskolának itt kell egy korrekciós, szocializációs szerepet játszania, az egyéni individuális értékek mellett meg kell mutatni a közösségi értékeket is. Célunk az volt, hogy... Célunk az volt, hogy a fiatalok egy olyan politikai közösség tagjának képzeljék magukat, vagy identifikálják magukat, amely politikai közösségért Slakta Margit is egykor cselekedett. Tehát tulajdonképpen nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a személyességet, a jelenelvűséget jelenítsük meg a módszertani kötetünkben. És a hogyan tanítunk kérdése, nagyon sok vizuális megoldást alkalmazunk a kötetben, letölthető videók találhatók a kötetben, amelyek a Barankovics Alapítvány támogatásával születtek. Ezek rövid 3 perces videók, amelyek órai alkalmazásra is felhasználhatók, és ugye a vizuális befogadást próbáljuk segíteni. Használjuk a digitális kultúra különböző elemeit, Instagram oldalakat, QR kódokat. Itt egy Facebook profilból vettem ki részleteket, amely Slakta Margit Facebook profiljaként indul, és Slakta Margit halála után az ő emlékét őrző szervezetek bejegyzései vannak. Többek között nem tudom, hogy mennyire látszik itt. Itt van a temetési, az újra temetésére való meghívó, a Slakta Margit Szociálpolitikai Intézet megalakulásáról való megemlékezés, a Terrorháza Múzeumnak a Slakta Margit kiállítása. És hát, mint említettem, a könyv tele van digitális pedagógiai alkalmazásokkal. A QR kódok mögött, hogyha a fiatalok a mobiltelefonjukkal leolvassák ezeket a kódokat, különböző szövegeket találnak, különböző feladatokat találnak, és hát így tudnak megismerkedni a teljes életúttal. A módszertan egy következő eleme, amiről már többször beszéltem, ez a személyesség és a jelenelvűség. Ugye itt a képen egy fotomontást találnak, vagy láthatnak, egy modern nagyvárosban Slakta Margit jelenik meg. Ezzel a vizuális megoldással próbáltuk meg érzékeltetni a fiatalok számára, hogy az ő életművének az eredményei itt vannak közöttünk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy felismerjék a fiatalok a jelen és a múlt közötti összefüggéseket. És egy harmadik elem a kötettel kapcsolatban, ez a kollaboratív tudásépítés módszertana. A kollaboratív tudásépítés az gyakorlatilag csoportmunkákat jelent az órán. A fiatalok kis csoportokban próbálnak meg különböző feladatokat megoldani, amelyek segítségével egy olyan közös tudás jön létre, amit egyenként nem tudtak volna elérni. Ennek a közös tudásnak a lényege az, hogy ez egy korosztályi tudás lesz. Tehát nem a pedagógus fogja elmondani, hogy mit kell tudniuk, milyen következtetéseket kell levonni Slakta Margit életművéből, hanem a fiatalok nyilván a pedagógus irányítása mellett maguk fogják megfogalmazni a saját következtetéseiket.
És hát itt van néhány kreatív feladat a kollaboratív tudásépítésre, amelyek szintén szerepelnek a tankönyvben. Mielőtt befejezem a könyv ismertetését, kérem engedjék meg, hogy megismertessem önöket pedagógus kollégáimmal, Dénesné Szak Andreával, Kántor Péterrel, Perjésiné Kis Ritával és Rácz Krisztinával. Kettő pedagógus általános iskolában gyakorló tanár, és a másik két pedagógus pedig középiskolában gyakorló tanár. Olyan helyeken dolgoznak mindannyian, amelyek a pedagógus mesterségnek nem a legkönnyebb részeit jelentik. Kisiskolákban, vidéki iskolákban dolgoznak, szakközépiskolában, ahol meg kellett tanulni azt, hogy szakmódszertani tudással keltsék fel a fiatalok érdeklődését. A nevükben is köszönöm a figyelmet, és kérem, hogy keressék meg az alapítványunk oldalán a kötetet, és terjesszék a megfelelő fórumokon. Minden jót! Nagyon szépen köszönjük, és felhívás ez mindenki számára, hogy akkor terjesszük is. Tehát ha egy ilyen pompás mű megvalósult, akkor jó lenne, ha ezt a diákok is megtapasztalhatnák a napi tanításban. Tehát én kérek mindenkit, hogy igyekezzen ezt terjeszteni. Előre is köszönöm. És akkor most a könyvbemutató következne. Én megkérném a könyv szerkesztőit, Petrás Évát és Lakta Boglárkát, hogy ismertessék a könyvet. Én nagyon köszönöm az ő munkájukat, aki könyvkiadásban járatos, azt tudja, hogy néhány hónap alatt egy ilyen vastag könyvet megszerkeszteni, az egy heroikus küzdelem. Én nagyon köszönöm önöknek ezt a munkát. Hát köszönöm szépen elnök úr szavait, és tisztelettel köszöntöm az egybegyűlt kedves vendégeket, és a digitális világ után akkor az analóg világ egyik csodáját is vegyük szemügyre, ami a könyv, és bízunk benne, hogy a digitális generáció nem csak illatmúzeumban fogja megtapasztalni a friss könyv illatát, hanem könyvtárakban, iskolai könyvtárakban, otthon is a könyvespolcról levéve maga is kedvet kaphat ennek a típusú médiumnak a megismerésére. A Slagta Margit a sajtó nyilvánosságában című kötet révén egy újabb, különleges könyvvel bővült a Slagta Margittal kapcsolatos kiadványok sorozata. A kötet, amelyet sokan a kezükben is tartanak, a Szociális Testvérek Társasága megbízásából, a Barankovics István Alapítvány és a Gondolat Kiadó gondozásában, a Slagta Margit írásai sorozat második köteteként, Slagta Boglárka Lilla és Jómagam Petrás Éva szerkesztésében látott napvilágot. A kötet egy sajátos diptihon. Kettő szerkezetű mű, amely korokra és korszakokra bontva mutatja be válogatott és jellegadó cikkeken át egyrészt Slagta Margit írásait, másrészt a róla és tevékenységéről szóló sajtóközleményeket. 562 oldalon összesen 258 cikk kapott helyet e válogatásban. Az írások egyenként is nagyon érdekesek. A két egymással párhuzamosan futó, sokszor egymással reflektáló, egymást tükröző íráskorpusz egymás mellé rendelése azonban mást is megmutat, mint a részeit alkotó írásműveket egyenként. A jelentés a párhuzamosan futó írások egymásra vonatkoztatásában születik meg, és így miközben elmerülünk az írások sokszínű, izgalmas világában, ahhoz is kulcsot kapunk, hogy Slagta Margitot és saját korát jobban megértsük. Kötetünk összesen 7 kisebb kronológiai egységre bontva mutatja be Slagta Margit sajtóját,
az általa jegyzett és a róla szóló írásokat. Ezek közül három periódus a parlamenti mandátumaihoz köthető időszakokat fedi le, mivel ezekben az években 1920 és 22, 1945 és 47, 1947 és 49 között elsősorban nemzetgyűlési vagy országgyűlési képviselőként vált érdekessé a sajtó számára. A korszakolás többi egysége pedig egyrészt Schlachta pályafutásának kezdeteit mutatja be 1908-tól az első világháború végéig, majd a nemzetgyűlési képviselői mandátuma időszaka után az 1923-tól kezdődő periódus a Szociális Testvérek Társaságának alapításától a Bethlen korszak végéig öleli fel a jelentősebb sajtóközleményeket. Az 1931-től kezdődő időszak bemutatása a II. Világháború kezdetéig válogat cikkeket, majd az 1939-től kezdődő időszak a világháborús évek sajtóját tekinti át. Végül 1945 után ismét Schlachta Margit parlamenti képviselői működésének időszakait tekinthetjük meg, kényszerű emigrációba vonulásáig 1949-ig. Most átadom a szót szerkesztőtársamnak, Schlachta Boglárka Lillának, aki az 1908-tól 1938-ig terjedő időszak cikkeit válogatta és rendezte sajtó alá. Parancsolj, Bogi! Én is tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, és köszönöm szépen elnök úrnak és Petrás Éva szerkesztőtársamnak a bevezető gondolatokat. A sajtó történeti áttekintés első szakasza az 1908 és 1919 közötti időszak. Ugyanis Schlachta Margit 1908. novemberében belépett az alakuló szociális misszió társulatba. Ekkortól már elszórt, említésszerű cikkekkel találkozhatunk, amelyek a szociális misszió társulat keretében szervezett előadások témáját és időpontját jelölik meg. Tehát ettől az évtől kezd megjelenni Schlachta Margit neve az országosan ismert sajtótermékekben. Ebben az időszakban Schlachta Margit munkájának kezdeti tevékenységében nyerünk bepillantást. Kiemelkedő előadói képességére, bájos természetére, valamint rendkívüli műveltségére már ebben az időszakban felhívta a sajtó a figyelmet az előadásairól készült egyes tudósításokban. Itt említhetjük például a Székely Nép 1915. júliusában megjelent beszámolóját, amelyből a következő sorokat idézem. Úgy látszik, hogy intelligens katolikus hölgyközönségünk felismerte Schlachta Margitban azt a modern katolikus nőt, akinek ajkairól a szavak nem frázis, hanem valóságként hangzanak el. Akinek az az egyetlen célja, hogy lelkeket, apostoli missziót teljesítő lelkeket keressen, mert társadalmi életünk vérző sebein csak ilyen lelkülettel segíthetünk. Schlachta Margit nem csak a szónak, a beszédnek, hanem a lelkek megfogásának, meghódításának valóságos művésze. Az idézet eddig tartott. Az 1915-ös évet fordulópontnak tekinthetjük, ugyanis ekkortól az értesítő felveszi a keresztény nő címet, amelynek szerkesztője Schlachta Margit lett. 1918-tól Magyar Nő címen működik tovább. A közéleti tevékenységének következő fontos lépése, hogy 1918. júliusától Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának rendes tagja lett. 1918. novemberében pedig megalapította a keresztény női tábort. Schlachta Margit életútjában, valamint a női választójog hazai történetében 1920. március 25. meghatározó napot jelentett. Ugyanis e napon megválasztották hazánk első női képviselőjét, Schlachta Margitot. Ezért a kötet második szakaszát Schlachta Margit első képviselői ciklusában húztuk meg. Az 1920-22-es nemzetgyűlési ciklus ugyancsupán két évet foglal magába, mégis sajtótörténeti szempontból a legaktívabb időszaknak tekinthetjük. Schlachta Margit a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának képviselőjelöltjeként a főváros első kerületének pótválasztásán a 10.187 leadott szavazatból 5.471 szavazattal jutott be a nemzetgyűlésbe. Ebben az időszakban már országosan ismerté vált.
A nyilvánosság komoly figyelemmel kísérte az első női képviselő nemzetgyűlési munkáját. Vele készült interjúk és a nemzetgyűlési felszólalásairól számos tudósítás is megjelent. A nemzetgyűlés 33. ülésén 1920. április 23-án hangzott el Slagta Margit első beszéde a törvényhozás házában. Első felszólalásában vallási meggyőződéséhez hűen a keresztény Magyarország újjáteremtésének szükségességét hangsúlyozta. Emellett beszédében kitért a nők társadalomban betöltött szerepére, a Horthy-korszak kezdő időszakának számos szociális, illetve közerkölcsi problémáira, valamint az iskolareform kérdésére is kitért. Nagy figyelmet kapott IV. Károly őfelsége uralkodó jogainak és a Habsburg-ház trónörökösödésének megszüntetéséről szóló törvényjavaslat kapcsán királypárti konzervatív nézetein alapuló beszéde is. Slagta Margit, ahogy a Mona Ilona fogalmaz, Horthy csendes, ám nyílt ellenzéke volt. További nemzetgyűlési felszólalásainak központi témái közé a női választójog, a nők helyzetének javítása, az iskolanővéri szolgálat bevezetése, a nők képviselete az iskolaszékekben és a gyermekvédelemben, valamint a nagyatádi féle földbirtokreformon belül a nők egyenjogúsága tartozott. Képviselői tevékenysége során is kiemelt szociális tevékenységet folytatott. Jól példázza az 1922. januárjában kelt tudósítás és a vele készült interjú, amely szerint minden héten fogadónapot tartott a pártirodájában, hogy az elesetteken tudjon segíteni. A cikkből a következő sorokat idézem. Sorban egyenként ülnek le a képviselőnő íróasztala elé a kérelmezők. Slagta Margit angyali türelemmel hallgatja végig a panaszok hosszú litániáját. Minden ügyet átvesz. Látszik rajta, szívvel, lélekkel akar mindent elintézni. Az 1922-es választásokon nem indult, és a politikától visszavonult. Ezért 1922 tavaszán kiemelt figyelmet fordított a sajtó az első képviselőnő nemzetgyűlési munkájának értékelésére. Olvashatjuk például, hogy a politikától való visszalépést a közéleti szereplők, a nemzetgyűlési képviselők hogyan fogadták. 1923 újabb fordulópontot jelentett, ugyanis Slagta Margit több nővérrel együtt kilép a Szociális Misszió Társulatból, majd megalapítja a Szociális Testvérek Társaságát. Tehát az áttekintés harmadik szakasza az 1923 és 1931 közötti időszak. Ebben az időszakban az aktív politikától visszavonult Slagta Margit a rend belső építésére fókuszál. Kiemelendő, hogy 1924 novembere és 1926 decembere között az Egyesült Államokban és Kanadában fejtette ki tevékenységét. Slagta Margit amerikai útját természetesen nem hagyta figyelmen kívül a hazai sajtó. Utazásának céljairól interjú is készült vele, emellett több beszámoló is megjelent. Margit testvér amerikai útja során többek között népszerűsítette a magyar képzőművészetet is. 1928-ban megjelent a Puszták rejtekéből az Életcentrumába című könyve. Írásaiban a lelkiségre és a hivatás gondozásra fókuszált. 1930-ban, pünköstkor, lemond a Szociális Testvérek Társaságának vezetéséről, azért, hogy újból visszatérhessen a közéleti munkához. Az 1931-es választásokon a keresztény női tábor programjával kívánt indulni, összesen 3800 ajánlást sikerült összegyűjteni. A választási bizottság engedélye alapján a budapesti déli kerületekben csupán 4 párt indulhatott. A keresztény női tábor az előírtnál jóval magasabb számú ajánlást gyűjtött össze, ennek ellenére az elutasított pártok közé került. A váratlan eseményről számos cikk megjelent, emellett Slagta Margit is hangot emelt az méltatlan helyzettel szemben. A negyedik szakasz 1932 és 1938 közötti éveket öleli fel. Fontos események közé tartozott a Szociális Testvérek Társaságának történetében, hogy 1932. januárjában felavatták az új rendházat. 1935-ben pedig a társaság szabályzata megkapta a herceg prímási jóváhagyást.
A negyedik szakasz záró éve 1938, ugyanis ebben az évben Budapesten rendezték meg az Eukarisztikus Világkongresszust, amelyre Slagta Margit és a testvérek teljes szívvel készültek és vettek azon részt. Slagta Margit mindig figyelemmel kísérte az aktuális társadalmi, politikai, ideológiai változásokat, amelyekre előadásaiban, írásaiban reflektált. Szociális, karitatív tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a szegények és elesettek megsegítésére. Közéleti működése során küzdött a nők egyenjogúságáért. Az összegyűjtött tudósításokból közelebb kerülhetünk Slagta Margit karakteréhez, előadási stílusához, valamint kivételes hivatástudásához és műveltségéhez. A kötet első négy szakaszának összefoglalását Slagta Margit örökérvényű gondolataival zárom. Idézem. Azokat pedig, kik soraimat olvassák, arra kérem, hogy higgyenek minden emberi gyarlóság és gyengeség dacára az emberi lélek szépségében, és ne fáradjanak bele annak ébrezgetésébe, akárhogyan oltogatja is azt a nyomor, keserűség, gonoszság és hitetlenség. A lélek szép, a lélek felséges, a lélek értékei az egyetlen értékek, amelyekért dolgozni mindig érdemes. Margit testvér. Köszönöm a figyelmet, és átadnám a szót Petrás Éva szerkesztőtársamnak. Hát, köszönjük szépen Boglárkának az általa sajtó alá rendezett cikkekről és Margit testvér munkásságáról bemutató szavait. És hát, mint látjuk, Slagta Margit tevékenységének és szavainak súlya volt. Ha ő tett valamit példaként, iránymutatásként, szívesen adott róla hírt a két világháború között, nem csak az egyházi, hanem a profán sajtó is. A háború közeledtével Slagta Margit közéleti és politikai állásfoglalásai egyre sűrűbbek lettek, hiszen a korkérdésekre és kihívásokra mindig érzékenyen reagált. Humanizmusából és keresztény hitéből fakadó írásai a közéletben megjelenő szélső jobboldali és antiszemita tendenciákkal szemben sokak számára iránymutatóvá váltak, utóbb pedig a jogfosztottak és üldözöttek melletti kiállás és az embermentés elvi és gyakorlati megalapozását szolgálták. A kor sajtóorgánumai Slagta Margit tevékenységét és szerepét főként a Szociális Testvérek Társasága intézmény és szervezeti hálózata társadalmi szerepvállalásáról, valamint a keresztény női tábor politikai és közéleti megmozdulásairól szóló beszámolóikban tárták olvasóik elé, de megjelentek az újságokban Slagta Margittal készült riportok, illetve tőle származó személyes állásfoglalásuk is. Ez utóbbiakra elsősorban azért volt szükség, mert a zsidóellenes törvények megszületésével párhuzamosan Slagta Margit nyilvánosan is kifejtette véleményét, meggyőződését, sőt hitvallását a zsidóság jogállásával, a munkaszolgálatosokkal, az üldözöttek pártfogásával kapcsolatban. Bátor kiállása a helyzetértékelések különbözősége miatt gyakran váltott ki értetlenséget, amely őt álláspontjának még precízebb kifejtésére sarkalta. Érvelésében erőteljesen támaszkodott 12. Pius pápa tanításaira és megnyilatkozásaira, a magyar nemzeteszme Szent Istváni integráló és befogadó történeti hagyományára, és a barna új pogányság a nemzeti szocializmus istentelenségét kimutatva annak veszélyétől óvta az országot. A háború pusztítását nem csak anyagi és emberéletekben mérve, hanem spirituális tekintetben is óriásinak látta. Gyakorlati kereszténysége mindezen három területen az átmentést, a túlélés esélyét, vagyis az életet szolgálta. A II. Világháború végét követően a politikai közéletbe is visszatért. Mivel a keresztény női tábor több más párthoz hasonlóan nem kapott működési engedélyt az Országos Nemzeti Bizottságtól, az 1945. novemberi nemzetgyűlési választásokon a Polgári Demokrata Párt listáján indult. Mandátuma megszerzésével 23 év után ismét a politika centrumába és ezáltal a média figyelmének középpontjába is került.
az 1947-es parlamenti választásokig terjedő 2 év alatt elsősorban parlamenti tevékenysége számított hírértékűnek. Miközben saját írásai híven tükrözik egy korkérdésekre aktívan reagáló és reflektáló ember aktuális gondolatait, a háborús veszteségek feldolgozásáról, az újjáépítés gyakorlati teendőiről, a lelki építkezésről, a lélektani épség rekonstrukciójának fontosságáról beszél, addig közéleti pályafutásával kapcsolatban változatlanul, és ahogy ő mondja, alkulatlanul az örök normák fontosságát hangsúlyozza. Gondolkodásában a vallás a napi politikai küzdelmek felett állt, ám úgy vélte, a kereszténységnek közéleti és politikai hivatása is van, amelyet az 1945 utáni koalíciós időszak új kihívások elé állított. Nézőpontja szerint az új történelmi helyzetben az államélet megkeresztelése, a barna újpogánysággal szembeni küzdelem után egyre inkább a vörös újpogányság a kommunizmus fenyegetése miatt volt szükség. Személyét kezdetben pozitívan értékelték a sajtóban, megemlékeztek háborús embermentő tevékenységéről és az üldözöttek érdekében végzett munkájáról. Az ellenzékben politizáló Slagta Margit felszólalásai és megnyilatkozásai kapcsán azonban, főként a parlamenti erőviszonyokból fakadóan, a különböző pártok pártsajtója nagyon hamar kritikus hangot ütött meg vele szemben. A sajtó megnyilatkozások nem csak lekövették politikai ellenfelei kritikáit, és nem csupán az ő szemüvegükön keresztül mutatták be parlamenti tevékenységét, hanem tematizálták, apró pénzre váltották, és ezáltal végig is vitték a kritikák mögött álló politikai szándékot, amely egyre nyilvánvalóbban Slagta Margit politikai karaktergyilkossága irányába mutatott. A baloldali sajtóorgánumok hangvétele végül általánossá vált az egész sajtónyilvánosságban, a felekezeti sajtót kivéve. A korszak végére így lett a Horthy-kor belső ellenzékét képviselő, embermentő és szociális téren is innovatív Slagta Margitból a Horthy fasizmus és a klerikális reakció egyik megtestesítője. Ekként a korszak sajtójába betekintve Slagta Margit politikai küzdelmei mellett egy hamis reprezentáció kialakulását is nyomon követhetjük. Slagta Margit számára új helyzetet teremtett az a Magyar Kommunista Párt által generált belpolitikai válság, amelynek következtében 1947 tavaszára az 1945 novemberi választások után hatalomra került koalíció legerősebb pártja, a Független Kisgazdapárt parlamenti többsége megroppant, Nagy Ferenc miniszterelnök lemondott, az emigrációt választotta, még idehaza új választási törvény alapján új választásokat írtak ki. A keresztény női tábor működését és indulásának lehetőségét ezúttal engedélyezték, így a kommunisták választói névjegyzékhez kapcsolódó csalásáról úgynevezett kék cédulás választásként elhíresült képviselőválasztásokon a keresztény női tábor 4 parlamenti mandátumot tudott szerezni. Ez azonban egyúttal azt is jelentette, hogy Slagta Margit egyre inkább a kommunista párt és a baloldali sajtó keresztüzébe került. Az 1947. szeptember 16-án összeülő országgyűlés sem töltötte ki azonban időtartamát, 1949. áprilisában feloszlatták. Az ország az egypárti diktatúra felé haladt. Slagta Margit parlamenti szereplése még rövidebb időre korlátozódott, mint maga a parlamenti ciklus, mivel 1948. júniusában a felekezeti iskolák államosításakor elmondott határozati javaslatának tartalma és felolvasásának körülményei miatt a Parlament Mentelmi Bizottsága összességében 1 évre kizárta a parlamentből és megfosztotta a felszólalás lehetőségétől. Ez az intézkedés parlamenti pályafutásának végét is jelentette. Az előző parlamenti ciklusban ellene induló lejárató kampány folytatódott és szintet lépett, miközben ő továbbra is egy magasabb rendű hivatás beteljesítőjeként tekintett saját politikai és közéleti szerepvállalására. Összpolitikai tudásom a 10 parancsolat, de tudom, hogy ebben áll az élet boldogulásának titka, mondta a szociális testvéreknek. Írásaiból kiderül, hogy nagy vihart kavaró felszólalásaira tudatosan készült, és számot vetett azok következményeivel is.
az egyre élesedő világnézeti és politikai küzdelemben sajtótámadások özöne zúdult rá, amelyek nem csak negatív színben tüntették fel őt a közvélemény előtt, hanem az események sodrása, főként Mindszenty József esztergomi érsek letartóztatása és perbefogása után abba az irányba mutatott, hogy személyes biztonsága sincs garantálva Magyarországon. A kor sajtóját nyomon követve a politikai ellenségképzés mechanizmusát láthatjuk működni, amely a másként gondolkodó szimbolikus megsemmisítésére törekszik, ha egyáltalán megelégszik ilyesmivel. A sajtótámadások nyelvi mintázata egyúttal azt a milliót is kirajzolja előttünk, amelyben Slakta Margitnak végül is a Magyarországról való távozás mellett kellett döntenie. Sajtóválogatásunk az 1949-es évvel zárul, hiszen, mint köztudott, Slakta Margit 1949. június 22-én éjszaka Ausztriába távozott. Emigrálása után a neve gyakorlatilag kitörlődött a hazai sajtóból. Egy drámai életút lenyomatát látjuk a sajtóválogatásokban. Én megköszönöm a figyelmüket, és a kötethez jó olvasást és jó reflektálást kívánok. Még egyszer nagyon köszönöm a szerkesztőknek a munkát, és talán tapasztalhatták, hogy a székeken van egy-egy kötet. Ezt azért helyezték munkatársaim oda, hogy vigyék haza, és olvassák a írásokat. Remélem, hogy mindnyájunk épülésére szolgál. Én nagyon köszönöm még egyszer szerkesztő asszonyok munkáját, és akkor most tartanánk egy rövid 10 perces kávészünetet, hogy mindenki töltekezzen, mielőtt a előadásra sor kerülne. Akkor negyed óra szünet. Köszönöm szépen.